folytassuk is az áruismeretet a tej és tejkészítmények és tejtermékekkel. A tej. Az emlősök tejmirigy által kiválasztott biológiailag értékes anyagot tartalmazó alapvető élelmiszer. Magyarországon a tehén, a jó és a kecske teje kerül ipari feldolgozás után a kereskedelmi forgalomba. A tej összetétele 88% víz, 12 százalék száraz anyagtartalom, ami a tejcukor, fehérje, ásványi anyagok, vitaminok és az enzimek. Pasztőrözés ugye 100 Celsius fok hőmérséklet alatt történik, olyan élelmiszer technikai módszer, amely elsősorban a folyadék 60 és 90 90 Celsius fok között hirtelen, rövid idejű felmelegítésével és azt követően gyors lehűléssel csökkenti a benne lévő mikroorganizmusok tartalmát. Van még a sterilizáció is, a 100 fok fölötti hőmérséklet, de az kiírtja a mikro mikroorganizmusokat teljesen, de viszont a pasztörizáció az annyiból jobb, amit ugye az előbb mondtam, tehát a 100 fok alatt, mert az a mikroorganizmusokat nem öli meg teljesen. Az eljárásnak köszönhetően, hogy a mikrobaszám olyan mértékben megfogyakozik, hogy a, fer, hogy a fertőző hatás már ugye nem jelentkezik. De az élelmiszer minősége, élvezeti értéke sem csökken. Kétféle pasztörizálási módszert használnak lehet magas hőmérséklete rövid, ideig, legalább 72 Celsius fokon 15 percig, tehát 72 Celsius fok 15 percig, illetve alacsony hőmérséklete hosszabb ideig, tehát 63 Celsius fokon 30 másodpercig, illetve en ezeknek a kombinációja, tehát 72 Celsius fok 15 percig, vagy 63 Celsius fok 30 másodpercig. 20 nem perc, hanem másodperc. Tehát 72 Celsius fokon 15 másodpercig, vagy 63 Celsius fokon 30 másodpercig. Ennek az eljárásnak köszönhetően a tej 6 fokon tartva 3-5 napig eltartható. Van még az úgynevezett ESL technológia. A nagyon magas hőmérsékleten végzett hőkezelés során a termék legfeljebb 134 Celsius fokos hőmérsékleten legalább 0,1 másodpercig tartják. Az úgynevezett első, tehát Extend Shelf Life hőkezelés tulajdonképpen az UHT technika és a pasztőrözés között áll. Lényege, hogy a tejet csak pár pillanatig tartják 100 és 135 Celsius fok közötti hőmérsékleten, majd gyorsan lehűtik. Eredményképpen nincs kellemetlen mellékíz, viszont meghosszabbodik az eltartatóság ideje. 6 fok alatt tárolva 14-től 21 napig is eltartható. Van még az UHT, eljárás. Tehát az ultra magas hőmérséklet. Tehát az azt jelenti, hogy 130 és 150 fokon. Tehát 150 fok hőmérsékleten végzik, amit aszeptikus, tehát csíramentes csomagolás követ. Az ilyen tej hónapokig eltartható szoba hőmérsékleten is. Az UHT nem más, mint Ultra High Temperature Traced technology. És technology. A termékben nem marad olyan életképes mikroorganizmus és póra, ami a szoba hőmérsékleten való tárolás során szaporodásnak indulva, indulna. Tehát az UHT tej hónapig eltartható, az ESL -el 14 és 21 napig. Tejkészítmények. A tejkészítmények összetétele jó részt megőrzi a tej eredeti alkató részeinek arányát. Fogyaszthatósági idejük a tejnél hosszabb, de 14 napnál rövidebb. Ízesített tejkészítmények. Pasztőrözött, csökkentett zsírtartalmú tejből ízesítő anyagok, aromák, esetleg adalékanyagok felhasználásával készül. Ide tartozik a kakaós, vaníliás, gyümölcsös, karamellás, kávés, és a csokoládé és tej. Savanyított tejkészítmények. A tej teljes a baktérium szintenyészetek szín, hozzáadásával előállított, üdítő, ízű, szomjúságoltó vitaminképződést elősegítő, puffadásgátló, ételgyavító, a sejtek működését serkentő élelmiszer. Ilyen az alult tej, joghurt, kefir és az író. Beszéljük meg akkor a joghurtot. A, tejból, a tejből, joghurt a savanyított és érlelt termék. Kefir Élesztő tartalmazó, baktérium, szintenyészettel érlelt termék. Tehát élesztőgombát tartalmaz, még a joghurt ugye savanyított és érlelt termék. Író. A vajgyártás mellékterméke lecitinben gazdag élelmiszer. A lecitin táplálja az a csejteket, növeli az intellektuális képességet. Az író a tejfő köpülésekor a vaj kiválasztása után visszamaradó savanyú folyadék. Vannak még bizonyos sűrített tejkészítmények és zsírdús tejkészítmények és pirított tejkészítmények. Sűrített készítmények. A sűrített tej csökkentett víztartalmú, minőségromlás nélkül több hónapig eltartható. Dobozba vagy tubusba töltött termék. A sűrített tej lehet natúr és cukrozott. Ezek eltartatósági ideje a hőmérséklettől függ. Szoba hőmérsékleten 2-3 hónap plusz 15 fok alatt 3-6 hónap. Zsírdús tejkészítmények. A tejzsír koncentrátumai ugyanakkor rövid ideig fogyasztható készítmény. Például ilyen a tejszín. A tej fölözésével állítják elő. Zsírtartalom alapján, ugye van a kávétejszín, kávé 10-12, ritkán 16 os Van a habtejszín, ugye 30 os És van a tejföl, vajból lefölözött tejjel egy nemisített vajkultúrával beoltott, polisztirol, polisztirol pohárba töltve érlelt, 12%-os, 20 20%-os vagy 25%-os írtartalmú termék. Tehát a tejföl egy vajból lefölözött tejjel egy nemisített vajkultúrával beoltott termék. Vannak még úgynevezett porított tejkészítmények, Ugye, pasztőrözött alapanyagból vízzel vonással előállított termék. Minőségmegőrzési idejük több hónap, Fajtáj a tejporok, tejszínek fagylaltporok, tejfehérje koncentrátumok. Nézzük is meg akkor a tej és tejkészítmények bolti kezelését. Raktározás Csak a tej, tejkészítmény és a tejtermék raktározására használt elkülönített, hűtött, Tiszta, fénytől és idegen szagoktól védett raktártérben tárolható a termék. Csomagolás. Hosszan tar tartósított tejnél és a tejtermékeknél az aszeptikus csomagolás jelenti a jó megoldást. Rétegek: PL papír, alumínium ALPL karton és OLPL fólia. Alkalmazzák a PL zacskót, PS tégeit, a polietilénnel kasírozott alumíniumfóliát fóliát is. Páratartalom. A tej tárolásánál ugye 70 és a 80 százalékos páratartalom ajánlott. Hőmérséklet. A tej és tejkészítmények tárolási hőmérséklete nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, tehát kevesebbnek kell lennie. Az adagolva árisítandó jégkrémet pedig Mínusz fokon kell tárolni. De egyébként azt megfigyelhettük, hogy bármi, ami mirelit vagy fagyos, az mindig mínusz 18 fokon van. Tehát ez mindenre igaz majdnem. A tejkészítmények előállításához felhasználnak, illetve a csomagoláson kiemelten feltüntetnek, e, feltüntetnek különböző tejalkotó részeket. Permeátum a tej feldolgozása után keletkező alacsony fehérje tartalmú, káciumban szegény melléktermék. Probiotikus baktérium, élő baktérium, természetes forrása a tej, tejkészítmények és a tejtermékek. Némelyik ö, antimikrobális anyagot Állíthat elő, mások segítik az immunrendszer munkáját. A kedvező hatások bekövetkezéséért és fennmaradásáért az élő, probiotikus baktériumok rendszeres fogyasztása szükséges, mivel nem válnak a mikroflóra részévé. Prebiotikumok olyan természetes tápanyagok, amelyek jellemzően a probiotikumok kizárólagos tápanyagai elősegítik azok elszabrodását a bélben. Tejtermékek A tejtermékek többé-kevésbé szilárd halmaz állapota. A tej egyik alkotó részét, tápanyagát, feldúsult állapotban tartalmazó, kimagasló értékű élelmiszerek. A vaj az emlős állatok tejéből készült. Emberi táplálkozásra szolgáló zsiradék. A vajat tejszínből vagy tejfölből állítják elő meghatározott hőmérsékleten erős mechanikai hatással, tehát köpüléssel. Köpülés a vajgyártás technológiai művelete, amelynek során a tejszín vajrögökre és íróra válik szét. Vaj. Az a természetes élelmiszer, mely az emberi szervezet számára létfontosságú anyagok sokaságát tartalmazza. A vaj az egyik legértékesebb zsiradékunk. Különlegesen a fiatal szervezet számára fontos, növekedést elősegítő hatású. A tej és a tejtermékek fogyasztásával megelőzhető a csontritkulás. A vaj gyorsan és könnyen emészhető, gyorsabban szívódik fel, mint a többi zsiradék, táplálkozás élettani értékét növeli. Hogy többszörösen telítetlen eszenciális zsírsavakat lecitint, és zsírban oldódó vitaminokat, A, D, E, K vitamint is tartalmaz jelentős mennyiségben. A jó minőségű vajak, tompafényű, sárgásfehér vagy világos sárga színű, egynemű, dióbére emlékeztető, kellemesen savanykás jellegzetes agomás termék. A vaj nem tartalmazhat idegen zsírt, hozzáadott emugálószereket, de tartalmazhat nátriumkloridot, ételszínezéket, semlegesítő sokat és teljesen termelő baktériumkultúrákat. Alapanyaga általában tehéntej, de készítenek vajat kecsketejből, távoli vidéken jó, kanca és tevetejből is. A vaj vajfajtái Te a vajnak nevezzük a legalább 80%-os zsírtartalmú vajat. Ennek különleges minőségi változata a márkázott vaj az is, amit itt láthatunk a képen. A szendvics vaj legalább 70%-os zsírtartalmú, és ugye ennek is szintén a vajaknak is kell egy úgynevezett tárolás, hogy min érdemes tárolni őket. Ugye minél hosszabb ideig kívánják tárolni a vajféleségeket, annál alacsonyabb hőmérsékletre kell hűteni. A vaj eltartatósága kicsi illetve könnyen a vasodik. Eltartatóság idejük plusz 2 és plusz 4 Celsius fokon 7 nap. Tehát 7 nap plusz 2 plusz 4 Celsius fokon. A vaj a fagyasztás jól bírja. Minus 15 és minusz 20 Celsius fokon 9 hónap. Ez már tényleg sokkal hosszabb ideig. Tehát eltartható így, tehát mínusz 15 fokon, 9 hónap. Hőhatás. Körülbelül 20 Celsius fok hőmérsékleten a vaj jól kelhető. Hevítés hatására a vaj gyorsan folyékonnyá válik. Vajkészítmények és vajkrémek. Ugye a vajkészítmények fényesek az íze ízesítő anyagra, aromára jellemző tiszta, harmonikus illatú és ízüzamatos termék. Vajkészítmények Ugye zsírtartalmuk 60-70 százalék. Vajkrémek Zsírtartalmuk ugye kevesebb, mint 40 Ízesített vajkrémek Zsírtartalmuk 10 és 39 százalék között van. Túlgóféleségek a túró a tejnek a teljesabb baktériumok által okozott sovanyodása folytán jön létre. Származása szerint lehet tehén túró, jó túró és kecsketúró. Elkészíthetik ízesítés nélkül és különféle ízesítő anyagokkal keverve. A túróféleségek néhány közös tulajdonsága, kazein fehérjében dús, laktató termékek. A szervezetben könnyen felszívódnak, így különösen hasznosak a bél- és emésztési megbetegedésben szenvedők számára. A jutóró tápanyagokban, energiában gazdagabbak, sótartalma miatt keringési megbetegedésben szenvedőknek nem ajánlott. Tehintúrok állomány szerint Magyarországon elterjedt a karfiolvirág állományú túrógyártása. Ízesítés szerint. Ízesítés nélkül vagy ízesített? Túról van. A krémszerű ízesített túrók, tehát édes krémtúrók, sós és fűszeres körözöttek, változatban készülnek. Zsírtartalom szerint ugye sovány vagy félzsíros túró van. Hungarikom a túról, Rudy. Speciálisan ízesített, Túrótöltelékkel, rúdalakban préselt, csokoládéval bevont desszertek. Jutúrok -ok. Erős ízű és szagú, sárgás-fehér színű termék. Kiemelkedő biológiai értéket az adja, hogy a jú tej tápértéke közel kétszerese a tehény tej tápértékének. Vitaminokban gazdag, vas tartalma jelentős. Termékválasztékukban megtalálható a gomolya, a jótúró, a székejtúró, liptói túró, a brinzda, az orda, a zsendice, a csemege és a túró. Védett lett a szlovák jótúró, a brinza Európában, a tradicionális márkanév kizárólagosan a szlovákoké. A hagyományos jótúró gyártásának az alapját a nem kezelt jútej képzi. Belőle először gomolyatúró készül, és azt brinzakészítőben jellegzetes ízű lágy sós anyagá dolgozzák fel. Vaj és túróféleségek bolti kezelése, ugye raktározás. Ugye speciálisan csak a tejkészítmények és tejtermékek raktározására használt, elkülönített, hűtött, tiszta, fénytől védett raktártében helyezhetők el ezek a termékek. Tehát egy speciális tejtermék hűtőre van szükség, amiben csak tejtermékeket tárolunk. Csomagolásuk ugye pn nél kasírozott alfóliába fóliába szokták csomagolni a vaj és túróféleségeket, illetve néhány vajféleséget pergamen fóliába, egyes túróféleségeket PL-tasakba, célszerű ugye csomagolni. Ennek a legkedvezőbb páratartalma ugye 70 és 80 százalék között van. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 10 fok fölötti tartományt. Tehát 0 és 10 Celsius fok között kell őket tárolni. Sajtok. A sajt oltós alvadással előállított sajátos tejsabb baktérium kultúrákkal érlelt termék. Feldúsítva tartalmazzák a ter fehérjét és a tejzsírt. A legértékesebb tejből készült termékek. A sajtok választéka igen széles. Leggyakrabban a tehén tejből, jó tejből vagy kecsketejből készítik. Előállításuk eleve ugyanaz, de különféle elkészítési módot alkalmazhatnak a gyártók. A kereskedelemben gyártás technológiájuk alapján természetes, tehát natur és ömlesztett sajtokat különböztetünk meg. A természetes natúr sajtok. A sajtok több szempont szerint csoportosíthatók. Ugye gyártásmódjuk, állományuk, zsírtartalmuk, lyukazottságuk, alakjuk és előállításuk szerint. Gyártás módjuk. Szerint ugye élelési idejük szerint ugye lehetnek, ugye friss sajtok és éler sajtok. Állományuk szerint ugye lágy sajtok, félkemény sajtok és kemény sajtok. Zsírtartalom szerint ugye zsíros, több mint 40% zsír, félzsíros, 30% zsír és sovány sajtok. Jukazottságuk szerint röglyukas, tehát óvári, erjedési lyukas, tehát ementáli és trapista, zárt tésztájú, parmezán. Alakjuk szerint lehet korong, gömb, téglatest, hasáb, henger, szallag és sonka alakú. Előállításuk szerint oltós, ementali, vegyes, tehát tejszínsajt, savas, pogácsa sajt, alvasztású. Ismételjük át még egyszer a tanulás kedvéért. Tehát csoportosítások, tehát gyártásmódjuk, tehát érlelési idejük szerint ugye lehetnek friss sajtok és érlelés sajtok. Állományuk szerint ugye lássajtok, félkemény sajtok, kemény sajtok zsírtartalmuk szerint zsíros, tehát több mint 40% zsír, félzsíros, azaz sovány, tehát 30 és 40% között. Jukazottságuk szerint ugye örögjukas, tehát olyanok az óvári, óvári sajtok, erjedési lyukas, olyan az ementáli és a trapista sajt is, zártésztájú, ilyen meg a meg a parmezán sajt. Alakjuk szerint ugye van korong, gömb, téglatest, hasáb, henger, szallag és sonka alakú. Előállításuk szerint vannak az oltósak, ilyen az ementáli sajt, van a vegyes, ilyen a tejszín sajt, van a savas, ez a pogácsa sajt. Részletesebben az állomány, azaz a sajt típusa szerint jellemezzük a sajtokat. Ennél a csoportosításnál azonban nem húzható éles határ az egyes sajtípusok között, mivel több esetben előfordul, hogy egyes sajtféleségnek van kemény és felkemény változata is. Sajtok csoportosítása az állomány szerint ugye lágy sajtok, félkemény sajtok és kemény sajtok. Vegyük akkor sorrendet át lágy kezdjük és részletezzük. Tehát a látsajtok magas víztartalmúak, 48% feletti, kívülről befelé érnek. Érlelési idejük rövid, tehát 2-3 nap vagy 1-2 hét. Érlelésük penészszel, tehát penész bevonat, vagy baktériumtenyésztéssel, úgynevezett rúzsal, az egész sajtésztába keverve történik. Az érés előre haladtával az emészthetőségük nő. Ízük általában pikáns, illatuk erőteljes. Ezért elkülönítve kell távolni őket. Magas biológiai és élvezeti értékű termékek. A lássajtokat frissen fogyasztják, néhány közülük valamilyen étel alapanyaga, például rántott camembert. Ide tartoznak a friss sajtok, a tejszín sajtok, a rús érő sajtok és a nemes penészsel érő sajtok. Csoportjai, tehát a láss csoportja. Vannak a friss sajtok, tejszín sajtok, rús érő sajtok, mosott sajtok, fehér penészsel érő sajtok és kék penészsel érő sajtok. Akkor beszéljük meg a friss sajtokat a friss sajtok nem vagy csak rövid ideig, max. három napig érlelik, állományuk puha, túróhoz hasonló. Például sportsajt, borzsin, Rokmadur és mascapone és brinzda, tehát jutúra. Ilyenek a gomolya sajtok, a mozzarella sajt, az orda, rikota, pogácsasajt, sajt, túrós sajtok, sós oldatban tárolt friss sajtféleségek, a feta és a krémsajt. Krém a magyar élelmiszerkönyv friss sajtokhoz sorolja az összes túróféleséget is. Tejszín sajtok Krém sajtként is ismertek, száraz 50-70% zsír tartalmaz. Tejszínnel dúsított tejből készülnek. Állományuk kenhető, krémszerű, ízük enyhe. Francira eredetűek, de ma már az egész világon elterjedtek, például gervaisz. Rúzsbevonattal érő sajtok Felületükön sárgás-barna bevonat képződik a baktériumok hatására. Zárt kevés apró eredésű, vagy rögüket tartalmaz. Pikán szag és íz jellemzi, például német romadúr sajt a francia Münster sajt, a tea sajt, a magyar pálpusztai sajt, a göcsei csemege, a moson megyei csemege, és ide tartozik, tehát a rúzsban van érő sajtokhoz. Mosott, tehát egyelő rúzssal érő, de kéreg nélküli sajtok. Ilyen az olasz belbész, a francia Epoassé. A nemes penészsel érő sajtok, ilyen a fehér vagy a kék penészsel érőek. Tehát a fené fehér penészsel érő sajtok felületén fehér, bársonyos B vitaminban gazdag, penészbe vonat képződik. Zártéstájú gombára emlékeztető ízű és szagú termék. Például a kamember sajt, a tihanyi kamember, a séd bráj, kék penészsel érő sajtok, ugye a Rockfort jellegű sajtok eredetileg jó tejből készültek, magyar már változat ugye a Márván sajt néven kerül forgalomba, jellegzetes zamatát a nemes penésztől kapja. Állománya morzsolódó, törékeny, szájban omló. Nemes penészsel átszőtt, általában vajjal keverve fogyasszák, erőteljes illata miatt elkülönítve kell tárolni kereskedelemben kapható más lágy sajtok. Ugye az olasz mozzarella, amely eredetileg bivajtejből készült, ma már tehéntejből állítják elő. A sajt sós, savos, savas lében úgynevezett szalamurában érik. És ebben is kerül forgalomba. A sajtészt a csontfehér, mérsékelten lágy, képlékeny, törékeny, savanykás és enyhe, krémes ízű, ételek ízesítésére használják. Egyéb hazánkban kapható látsajtok, ugye? Perszó vadász és a garzsasajt. sajt. Félkemény sajtok. A félkemény sajtok közepes víztartalmúak, 40-50 százalék, ugye szilárd, jól vágható állományúak, egész tömegükben érnek, érési idejük 3 és 12 hét, tehát tehát a lágy ö, sajtok ugye vagy egyáltalán nem érnek, vagy 1-2 hétig. Ugye a félkemény sajtok pedig ugye 3 és 12 hétig. Tehát a lágy sajtok 1-2 hét, a félkemény sajtok 3 és 12 hétig érnek. Ugye ezek közes, közepes méretűek és közepes tömegűek a félkemény sajtok és szabályos alakúak. Rendkívül széles termékválasztékkal rendelkeznek. Hazánkban a legnagyobb mennyiségben fogyasztott sajtféleség. Ízük, színük, illatuk, tésztájuk különbözik egymástól, mert élelésükhöz különböző baktérium tenyészetet használnak fel. Legnépszerűbb félkemény sajtok, ugye a trapista sajt, edámi sajt, óvári sajt, zöldnemes penészelérő sajtok és a füstös sajtok. Trapista sajt. Pont amit látunk is a képen. Tehát trapista sajt. Tehát legkedveltebb sajt a magyarok körében. Franciaországból származik tésztája sárga, vágás felületén borsó nagyságú lyukak találhatóak. Korong vagy hasába alakú, másfél kilogramm tömegű. A trapista sajtot széles körülön használják fel. Trapista jellegű sajtok a tenkes és a balaton sajt és a gouda sajt. Edámi sajt. Más néven gyurcs sajt. Tehát edami. Edámi sajt. Hollandiából származik, edám városából. Ott gömb alakura készítik, hazánkban hasábalakban gyártják. Eljedési a sajt, mint a trapista, de íze és illata enyhébb. Van még az óvári sajt. Tehát az óvári sajt, eredeti magyar sajtféleség, magyar óváron már az 1930-as évektől gyártották. Ez egy a sajt, zsírtartalma alacsony, íze, jellegzetesen zamatos, enyhén sós és savankás. Ilyen típusú sajt a tűziter is. Füstölt sajtok Kis és sós, enyhén savanykás, füstös, füstös íz jellemző rájuk. Többségük gyúrt sajt, ilyenek például aparenyica, a füstölt sonkasajt, de más sajtot is készítenek, például trapista füstölt változatban. Füstölés helyett néha füstoldatot alkalmaznak a sajtok ízesítésére. Kemény sajtok A kemény sajtok több hónapig érler, tehát 2-től 12 hónapig, tehát egy évig érlelik őket. Alacsony víztartalmú, tehát 30% alatti. Szilárd, kemény sajt tésztájú, nagy mértéretű és tömegű, szabályos alakú termékek. Belülről kifelé érnek, mivel állományuk kemény, ezért csak késsel vághatók vagy reszelhetők. Általában hidegtálak díszítésére használják, legnépszerűbb kemény sajtok a következők. Parmezán sajt, ugye reszelni való sajt, kemény, szemcsés, nehezen vágható, inkább törhető és reszelhető sajtok. Hazája Olaszország és Svájc. Egyébre szelni való sajt, ugye a grana. Ementáli sajt. Erjedési lyukas sajtok. Tésztája, halványsárga. 10 és 30 mm közötti az átmérőjük. Eljedési lyukak vannak benne. Íze enyhén édeskés és aromás. Hazánkban Pannonia néven gyártanak ementáli típusú sajtokat. Hajdú sajt. Gyors sajtok, jó készül, igen zamatos, de magas sótartalmú. Halván sárga színű sajt. Jó alapanyag a rántott sajt készítéséhez. Ömlesztett sajtok. Az ömlesztett sajtok egy vagy több natúr sajtból készülnek melegítéssel, ömlesztősókkal, ízesítőkkel, melegítéssel. A magas hőmérsékletű hőkezelés lehetővé teszi a hosszú fogyaszthatósági időt. Tehát az ömlesztett sajtok ugye melegítéssel, ömlesztő sókkal és ízesíték, ízesítőkkel készülnek. Csoportosítások. Állományuk szerint, zsírtartalom szerint, összetételük alapján és forma alak szerint állományok szerint ugye vágható, ilyen akkor a karaván, kenhető sajtok, ilyen a medve sajt, vagy pont az, amit most látunk magunk előtt, illetve krémszerű, tehát kemping sajt és sajtkrémek. Mindenki látott már valószínű sajtkrémet, de mindjárt mutatok róla egy képet. Tehát sajtkrémek. Tehát itt látjuk a képet. Zsírtartalom szerint ugye vannak zsírdús, zsíros, félzsíros, zsírszegény és sovány termékek. Összetételük alapján lehet ugye natúr és ízesítő anyagot tartalmazó ömlesztett sajtok. Forma alak szerint ugye tömb, henger, hasáb és hengercik. Az ömlesztett sajtok minősítése a natúr sajtokéhez hasonló. Közös érzékszervi jellemzőik a következők. Az ízesítés nélküliek színe általában csontfehér. Az ízesített termékek színe a felhasznált anyagtól függ. Gyöngyházfényűek, sima, szájban elomló szerkezetűek. A sajt táplálkozástani jelentősége. Ugye a sajt rendkívül értékes élelmiszerünk, energia, biológiai és élvezeti értékük is magas. A sajtgyártás során a tejben lévő alapanyagok lebomlanak a tejfehérjeit és zsírjét a szervezet könnyen és gyorsan képes megemészteni. Akinek a szervezete a tejet önmagában nem képes feldolgozni, a tejterméket akkor neki nem ajánlott fogyasztani. A vitaminok közül a tejben gyakorlatilag minden olyan vitamin megtalálható, amely az emberi élet folyamatokhoz nélkülözhetetlen. Jelentősebb mennyiségben az A, B1, B2, B12 és H-vitamin fordul elő. A sajt a legfontosabb kálcium és foszforforrás. Az ásványi anyagok közül megtalálható még benne a nátrium, fluor, brom, jód, szilícium, bor és a titán is. A teljes tertelmékek fogyasztásával megelőzhető a csontritkulás. Megfelelő csöntömeg gyermekkorban legkésőbb a fiatal felnőtt korig alakítható ki a megfelelő kácium A csöntömeg ezt követően már nem növekszik, a szervezet csak föléli saját kácium bankját. 100 g kemény sajt elfogyasztása fedezi egy felnőtt ember átlagos napi kálcium szükségletének 80%-át. A foszfor nélkülözhetetlen a csontképzésben, valamint sok biokémiai folyamatban. A sajtban, a túróban és a húsban lévő foszfor szívódik fel a letkedvezőben a szervezetben. 100 g sajtban 400-500 megagram milligramm foszfor van, elnézést, ami napi szükségletünk egyharmada. Tehát 100 g sajtban, amit pont látunk magunk előtt, itt is ilyen 100 g ömlesztett sajt van. Ugye 4-500 mg foszfor található meg benne. Sajtok bolti kezelése. Raktározás. Szagot át nem engedő csomagolással, a raktártéren belül elkülönítve kell tárolni a sajátos, intenzív szagot adó sajtféleségeket. Pápusztai, márvány sajt és a kecske sajt is ilyen. A hűtőben elhelyezett sajt, sajtra ugye pára csapódhat, amin a penész megtelepedhet. A pultba helyezés előtt ezért szárazó kell törölni, vagy étolajos ruhával át kell simítani az águt. A natúrs sajtok minőségmegőrzési ideje, szobahömű hőmérsékleten történő tárolás esetén 8 és 24 nap között változik. Fogyaszthatóság és tárolás. Tehát az ömlesztett sajtok minőségmegőrzési ideje hosszabb, mint a natúr sajtoké, mert a gyártásához felhasznált citrát és foszfát ömlesztő egyben tartósító hatásúak is. A kedvező körülmények között fél évig is eltarthatók. Ajánlott tárolási hőmérséklet 5 és 10 Celsius fokon. A sajtot sötét, hűvös, nem nedves, húzatmentes, de szellőző kamrába kell tárolni. Lécekre helyezve, hogy friss levegőt kapjon. A sajtot mindig hűtve, az eredeti csomagolásban, vagy csomagolásában kell tárolni. A fel nem vágott sajt jobban tárolható, mint a szeletelt. Csomagolás. A megvágott sajt gyorsan kiszárad, ezért ügyelni kell arra, hogy felülete mindig fóliával fedett legyen. A sajtót csak széles lapú és éles késsel, késsel lehet vágni, de nem szabad fűrészelő mozgással szeletelni, mert akkor a felületen durva nyomatok lesznek, tehát a felület nem lesz sima. Védőgázas kiszerelés, ugye úgynevezett oxigénmentes levegőgázokról van szó, amely csak annyiban különböznek a csomagoláson kívül levegőtől, hogy más az arányuk. A védőgáz legnagyobb előnye, hogy az eltartatóság növelése érdekében nem veszel a termékből és nem ad hozzá semmiféle más anyagot. Egyes sajtok az átlagostól lényegesen eltérő bánásmódot kívánnak. A fetát csak saját sós levébe merítve lehet tárolni. Hivatalosan csak a görög tejből készült sajtot szabad fetának nevezni. Egyébként a feta az a darabot jelenti. Görögül. Ez csak érdekességként fújztam hozzá. Na de beszéljünk a páratartalomról, hogy a sajtok esetében milyen páratartalom a kedvező. Tehát 70 és 75 százalékos páratartalom. Hőmérséklet ugye natur és az ömlesztett sajtok ajánlott tárolási hőmérséklete 8 és 10 Celsius fok között van. A füstös sajtok ugye 10 és 15 Celsius fok között van. A látsajtok esetében 5 és 8 Celsius fokon ajánlott a tárolás. Tehát ömlesztett sajtoknál 8-10 Celsius fok, füstös sajtoknál 10-15 fok, látsajtóknál pedig 5 és 8 Celsius fok. És nagyjából szerintem ezt a tejtermékes témát be is fejeztük, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!